Egy mai sífokelmi mérkőzésen Gódor Mihály irányította a szombathelyi csapatot. Megbízott vezetőedző, hogyan látja a mérkőzést, hogy a 10 gólos vereség lett a vége végül? Úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, főleg azért nem, mert az első fél időben nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, és a második fél időben viszont bebizonyították, hogy az utánpótlás, hogy milyen jó munkát végeznek itt, hiszen nagyon jól tartották az eredményt, jó gólokat lőttek, úgyhogy teljesen meg vagyok velük elégedve. Ez bizonyítja, hogy Szombathelyen nagyon jó utánpótlás képzés van. Igen, hát öröm volt nézni, hogy mennyi fiatal tudott lehetőséget kapni a mai mérkőzésen. Nagyszerű volt a hangulat, mit tudnék mondani egy szakember egy ilyen mérkőzés után, amikor egy ilyen sztárcsapat látogatott ide az Aréna Szaváriába. Az az igazság, hogy gratulálok először is a Siófoknak, hiszen jó játékot nyújtottak. Mi próbáltuk felvenni velük a versenyt, ezt mondom, az első fél időben sikerült, a második fél időben kevésbé, de hát az utánpótlásunk játszott, ők pedig észreveszik, hogy mi a különbség, mennyit kell még edzeniük, hogy fel tudjanak zárkózni az első csapathoz.